Na sziasztok, sziasztok, kedves emberek, itt Fórum 12 vagyok, és íme a PES 2017-en belüli Magyar Bajnokság a Zalaegerszeg című sorozatom következő része. Igaz, egy kicsit elanyagoltam ezt a sorozatot, de úgy gondoltam, hogy folytassuk. A Kisvárdával fogunk játszani, kérem halásan. Néhány meccset azt hiszem le fogunk majd szimulálni, de nem biztos. Úgyhogy lássuk az első mérkőzést, tehát a Kisvárda ellen, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm az M4 Sport nézőit. A Zeta Arena-ból, ahol egy rangadót láthatunk a két órában, az Zalaegerszeg a Kisvárdát fogadja a Merkantil Bank Liga 13. forduló, nem, 22. fordulójából. Elnézést, a tavaszi szezon következő mérkőzésén. Első helyzet az Zalaegerszeg összesen 40 ponttal, tehát torony magasan vezeti az MB2-es tabellát. 12 győzelemmel, 4 ötetlennel, 3 veresége. Kisvárda 12. 26 ponttal, tehát 7 győzelem, 5 ötetlen, illetve szintén 7 vereség. És a második a Kazincbarcik 36 ponttal. Természetesen kékmezben látható a hazai Zalaegerszeg, fehérben a Kisvárda csapata. Kondási Lemér csapata igazán hullámvölgyben van, ha úgy tetszik, hiszen úgyhogy győzelemmel fogadható nekik itt az Zete Aridában is közben. Egy nagyon nagy lehetőséget láthatunk a Zalaegerszeg előtt, de igazából majdnem öngól lett belőle. Márkolini, bocsánat. De szöglet nem lesz szöglet, hanem bocsánat, kirúgás. Pont az utolsó pillanatban ért hozzá az a Zalaegerszeg játékos, úgyhogy szappanos hozhatja játékba a labdát. Balázs Zsolt fejeli föl, Tomás Dubek elé a labda, Bobál, befutja Mikálod, befutja bizony, Bobál, átrapasztolja Tomás Dubeknek, Vedi, egy nagyon erős beadás Balázs Zsolt előtt és mellé! Hatalmas lehetőség az Zalaegerszeg előtt, de nem sikerült a hálóban juttatni a labdát, úgyhogy megláthattuk az első zalaegerszegi helyzetet tehát. Hát ott a Balázs fejese éppen, hogy elkerüli a vendég kaput. A 17. percben láthattuk az első zalaegerszegi helyzetet. Zalaegerszegi helyzetet, bocsánat. Babati, Zitzer, Ben! Zöldesi megfogja. 22. percben éledezik az zalaegerszegi gól, de egyelőre nincs gól. 0-0. Batvaros. Tomás Dubek. Tomás. Kávente. Egy lövés Káventétől! Zöldesi! Kávente. Bobál, nem tudjam, elveszíti, Kávente, Bedi, Kávente, el is veszíti, Helyi Viktorba. Ez nem jó becsúszás, mert támad a Kisvárda délceg, az nagyon jó becsúszás. Polényi Babatihoz, de nem sikerül. Babati, Balázs Zsolt, ez nem jó, nem jó passz. Kisvárdai bedobás jöhet tehát a mérkőzésen. 38. perc. Misics dobja be. Ilics. Misics. Nem tudják megszerezni az zalaegerszegiek a labdát. Helyi Viktor. Ez egy indítás lett volna, de nem sikerül. Branel Ilics. Az jó beadás, de az les. Ez valóban les volt. Úgyhogy szabadrugás kifelé. Szaponos végzi el. 43. perc vége, 44. perc. Polényi. Kávente, Babati. El is esíti, de Kávente szerzi meg. Polényi, nem volt kint a labda. Babati. Egy perc a ráadás közben. Polényi. Az nagyon jó. Tomás Dubek elvéti, de még most is ott van Balázs Zsolt. Balázs Zsolt is gól! Vezet a Zalaegerszeg a 47. percben, megszerzi a vezetést, tehát az vezetést a Zalaegerszeg, Balázs Zsolt,
Hát ki más, mint az MB2 góllövőlista első helyezettje, és természetesen a hazai góllövőlista első helyezettje Balázs Zsolt a gólszerző. Az egész fél időben csak a Zalaegerszeg diktálta a tempót, hogy a Kisvárda védekezzen, és Balázs Zsolt szokásához híven betalál. Úgyhogy vezet a Zalaegerszeg a 47. percben, kipokálozza a jobb felső sarkot Illichnek, Zöldesi Illichnek, ezt nem sikerült hárítania. Vezet a Zalaegerszeg. És le is fújja az első fél időt a játékvezető, kérem szépen 1-0 Zalaegerszegi vezetése fordultnak tehát a csapatok, hiszen az első fél időben Balati, majd később ismételten Balázs Zsolt, és aztán Balázs Zsolt az, aki megszerezte a vezetést az Zalaegerszegnek. Egyelőre ennyi az első fél időről, úgyhogy 0-0. Folytatódik a második fél idő, kérem szépen tisztelettel a Kisvárda indította útjára a labdát, de Patvaros helyett, jól láttam, nem, Patvaros, igen, elnézést, tehát Patvaros szerezte meg rögtön a vezetést, a labdát a középkezdést követően. Bobál, kéri Balázs, kapja is. Balázs Bobálhoz, nagyon jó, Bobál. Már csak be kell csapni az emberét, Bobál még mindig befelé cselez, aztán el kell lőni, az a Zicser, és Zöldesi, és aztán Babati. És kirúgás, nem lesz szöglet belőle. Először én azt hittem, hogy szöglet lesz a dologból, de úgy látszik, hogy Babati ért bele utoljára. Úgyhogy kirúgással folytatódik a találkozó. Inzing, Mihajló, Tomasz Dubek előzi meg az emberét, Bobál. Tomasz Dubek, vissza Bobálhoz. Bedi. Kávente. Ott a középletett labda, aztán Bobá, Daru, de nem, elnézést, Heffler. Az jó szerzés Beditől, Balázs Zsolt, indítja Bobát a szélen. 65. perc, Bobál, egy az egybe viheti a kapura, és ott a beadás, de Zöldesi. Közben készülődik a Zalaegerszegnél Vernes, illetve Fújsz, nem Fújsz, bocsánat, hanem Vég Gábor Tomás Dubek helyére, úgyhogy ez a kettős csere lesz majd a Zetének. Ugye a feljutás az már mindenképpen megvan, csak még azért a pontokat azért kell gyűjteni az Zalaegerszegnek, hiszen hogyha a Kazinc Barcika megelőzi, az sem lesz baj, hiszen a Budaörs, ha Budaörs is megelőzi, akkor a Kazinc Barcika meg a Budaörs lesz a két feljutó, és hogy pont a bronzérmet fogja megszerezni az Ete a szezon végéig, akkor az már nem lesz jó nekik. Ez már évek óta, 2010 óta, amióta létezik az MB2, azóta próbálkozik, ugyebár az Zalaegerszeg. Hát ezt már sokszor elmondtam minden találkozón, de azért azoknak mondanám el, akik esetleg nem látták a Zalaegerszeg közvetítést, az elmúlt közvetítéseket, azoknak elmondanám még egyszer, azoknak elmondanám, hogy újdonságként, de akik már régóta követnek minket, azoknak nem újdonság. Közben jött az első kisvárdai szöglet, nem, úgy lehetszik, nem. És közben kihasználja mindhárom csele lehetőségét a Zalaegerszeg, méghozzá a gólszerző Balázs Zsolt jön le és jön fel Fújsz, úgyhogy kihasználja mindhárom csele lehetőségét a Zette, tehát a jó gólszerző, az első gólt is szerző Balázs Zsolt, helyére Fújsz Rihárd érkezik. Mind a három csere lehetőségét tehát kihasználta a Zalaegerszeg, 10 perc van hátra a rendes játékidőből, egyelőre 1-0 a Zalaegerszegnek. Kávente, aztán bevezeti Lukászba, Gergely, Délceg, Patvaros, nagyon jó labdaszerzés, Fújsz, Vernes, Kávente, Fújsz, nagyon jó háromszögelés, Fújsz! Nem sokkal került el Zöldesi kapuját, de éppen hogy mellé. Marad az 1-0 ez Zalaegerszegi előny. Olá Gergő érkezett, Helyi Viktor helyére. Érthető a lövések aránya. Úgy látszik, hogy szögletekre nem volt szükség ez, hogy megszerezze a győzelmet az Zalaegerszeg. Közben Babati beadása érkezik, Fújsz! Ugye bár most mondtam, hogy egy szöglet nem kellett. Hát
Mégis kiarcol egy szögletet az Allegrisnek itt az utolsó másodpercekben, amit Calvente fog beívelni. És ott jön mindenki, előtt elmegy a labda, Babatti is zöldesi! Hát igazából megvalva nem tudom, hogy melyik védése volt eddig a legjobb zöldesinek. Babatti nem tudja beadni azt a másodjára sem, ezt el kellett volna lőnie. Ott a fejes, kivágják onnan, és ez a mérkőzés vége, kérem szépen. Marad az első helyezett a Zalaegerszeg az NB2-es tabellán. Kondás elemérik, a 8. vereségüket szenvedik el. Idegenben is, így a Zalaegerszeg hazai pályán is remek el, mint idegenben. Kedves nézőink, én a végeredménnyel búcsúzom, ez a 13. győzelem a Zalaegerszegnek, még a Kisvárdának a 8. És ezek. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra. Hát nem éppen egy gólzáporos mérkőzés volt ez, de attól függetlenül tök jó. Na lássuk, Soroksár Dorog 4-0, Szeged Eto 1-0, Szolnok Gyirmót 0-0, Vác Kazisz Barcika 0-1, Üzlettel Kisvárda 1-0, Mosonmagyaróvár Békés Csaba 2-0, a 20. forduló, de jó, MTK Budafok 1-0, Nyíregyháza Buda is szintén 1-0, Siófok Cegléd 0-0, Sopron Csákvár 1-1. 21. forduló, emlékeztessetek, jó? Tehát emlékeztetem magamat. Az igen, 11 vereségé van a Vácnak, hát azért az nem semmi. Szóval kisebb meglepetésre utolsó a Vác, hiszen tehát a holnapi, vasárnapi meccsen a Zete a Vácot fogadja, és a tévé élőben fogja közvetíteni, tehát az M4 Sport. De milyen véletlen, komolyan mondom, hogy most a Váccal fogok játszani. Természetesen patvarost nem fogjuk eladni. Jaj, ezt nem ezt akartam, hanem hogy vége a tárgyalásnak, tehát ezt nem fogom. Calventét se fogom eladni, tehát pont Thomas Dubeket kéri a Vác, hát jó, hogy nem adom el. De felejtsék el, és nézzük csak, mi ez? Zöldesi, ó! Természetesen Zöldesit leigazoltam, el is felejtettem, hogy Zöldesi most már az Zalaegerszegnél van, mint a valóságban. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy én ezekkel a kezdő 11-et küldöm a pályára, mint az előző meccs, igen, előző meccsen. Kis kulisszatitkot láthattok, itt a Real Madridot, éppen játszok a Real Madriddal, a valóságban leigazoltam Courtois-t, tehát ez még nagyon régi keret. Mikor Roni volt a játékos, úgyhogy lássuk a Vác elleni mérkőzést. Kiesés rangadó mérkőzés következik az a Mercantil Bank Liga NB2 21. fordulójából. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Vác FC Zalaegerszeg mérkőzés következik, tehát a Mercantil Bank NB2 21. fordulójából. A sereghajtó Vác az Zalaegerszeget fogadja, az Vácnak 15 pontja van 3 győzelemmel, 6 döntetlennel és 11 vereséggel, míg az Zalaegerszegnek 43 pontja, 13 győzelem, 4 döntetlen, illetve 3 vereség. A Vác nagy meglepetésre kikapott 1-0-ra a Kazincz Barcikától, még az Zalaegerszeg 1-0-ra győzni tudott a Kisvárdánál. Tehát a Kisvárdát legyőzte 1-0-ra. Piros-fehérbe fog játszani a Vác, ők balról-jobbra fognak támadni, még az Zalaegerszeg sötét-kék mezben, ők jobbról-balról fognak támadni, tehát az első félidőben. Úgy tűnik, hogy a Vácnak az idei szezonja nem igazán jól megy, hiszen Nagy Tibor együttese, ahogy említettem, 7 vereség a mérlegük, tehát 11 vereség a mérlegük, tehát így hát látható, hogy a Vác nagyon hajt, hogy megszerezze a következő győzelmet, hiszen 15 pontja van sereghajtóként, de hát nagyon kevés esélyt látok arra, hogy bent maradnak a NB2-ben, de hát ha sikerül a Vácnak egy X-et vagy egy győzelmet hoznia erre a mérkőzésre, hiszen a Zalaegerszeg csak 43 ponttal az első, még a szóval nagyon kell hajtani a Vácnak, hogy kicsikarja a győzelmet, hiszen, tehát ahogy említettem, első a Zalaegerszeg 43 ponttal, tehát csak 39 pontja van még a Kazincz Barcikának, tehát azért még lehet gyűjtögetni úgymond a pontokat a Zalaegerszegnek, hogy X-eket is hozhat, de azért a győzelmeket is
hozza, de azért a vereségeket azért jobb lenne nekik. Minél hamarabb nem megszerezni, tehát a vereségeket gyűjtögetni, mert akkor veszélybe kerül a feljutás. Bobál, nagyon jó a beadás Caventihez is! Nagy meglepetése, de hatalmas találattal megszerzi a vezetést a Zalaegerszeg Cavente a gólszerző. Hát ez milyen mérkőzés, kérem szépen? Alig telt néhány perc a mérkőzésből, és már megszerzi a vezetést a Zalaegerszeg a Vác ellen. Megvan a vezető találat a Zalaegerszegnek. Ez Bobál adta be. Igen. És első érintéséből Caventének konkrétan belővi. 1-0 a Zalaegerszegnek. A 30. percben, hát ez nem annyira rég. Nemrég, hát nem a meccs kezdetén. Elnézést kérek, hogyha azt mondtam, de nem baj. Hát nem a meccs elején szerezte meg a vezetést az Etel, nem inkább a fél, az első, hát az első fél óránban szerezte meg a vezetést az Etel, hiszen ezt láthattuk már a Kisvárda ellen is. Közben nagyon jó indítás Bobálhoz. Bobál egyből! Halasi! Bedi dobja be, Caventé elveszíti. Bedi, Tomás Dubek, nagyon jó beadás! És aztán Caventé nem tudta előni. Általában most a Zalaegerszeg nem annyira gólzáporos mérkőzéseket szokott játszani, hanem inkább ilyen 1-0-ásokat, vagy 2-1-es győzelmeket, vagy éppen 2-0-ás, de hát azt nem mondhatnám egy gólzáporosnak. Közben véget ért az első 45 perc, kérem szépen. A Vác nem tudta kicsikarni, és nem tudta kiharcolni azt, hogy ne kapjanak gólt, de sajnos gólt kaptak, méghozzá Caventé találatával. Az első fél időben tehát Vác FC Zalaegerszeg 0-1. És akkor eljárt a labdát a Vác. Érdekes. Meg is kezdődik a második félidő, ahol a vendégek kezdik, a Zalaegerszeg indították útjára a labdát, és rögtön Tomás Dubek indul meg nagy lendülettel, és Bobát találta meg a labda, de utána meg nem tudta beadni Bobál. Rása. Tóth Gergely. Borverő. Bocsánat, igen, Gulyás. Nagy baj van az Zalaegerszeg, és aztán kivágják onnan. És Bobál indulhat meg nagy lendülettel, még Balázs Zsolt is kéri a labdát, de nem kapja meg egyelőre Balázs. Bobál fogja egyedül befejezni, így van, Halasi. Hát azért ez egy kicsit messzebb volt a kaputól, de azért megpróbálta előni Bobál. Forgács fejeli föl. Balázs, Bobál. Eléri Bobál, el is éri bizony. Rása, Tóth, Gulyás, Áron, Tóth, golhelyzetbe került a Vác, méghozzá 66. percben is szöglet jöhet. Szöglet jöhet, tehát a mérkőzésen. Nagy Tibor közben cserélt, Borveri Ádám helyére jött Zsolnai. Na lássuk, Nagy Riárd végzi el a szögletet, kifelé csavarodik a labda a Gulyás, és aztán Caventé szerzi meg a labdát, aki megtalálja Balázs Zsoltot. Balázs Zsolt kettő védővel szemben. Balázs Zsolt, és aztán el is veszíti. Egyedül vihette kapura, de hát közben mögötte jöttek a társak, és közben az ellenfél is. Az nem jó labda. Kroner és Babati szerzi meg. Balázs Zsolt, Babati 2-0! Megduplázza előnyét a Zalaegerszeg, és Babati Benjamin találatával 2-0 a Zalaegerszegnek. Hát, egy védelmi hibából jött konkrétan a zalaegerszegi kontra, és Halasi ezt nem tudta védeni. Közben cserélni fog a Zalaegerszeg is. Méghozzá Ecker Milán, illetve Bernes, és Fújsz Riárd érkezik. A
Kihasználta már rögtön a nyitáromcse lehetőségét a Zalaegerszeg 76. percben, tehát 2-0 a Zalaegerszegnek. Rással dobja be a labdát, és megtalálja Nagy Richárdot. Rása volt már, bocsánat. Vernes. Fújsz. Kávent, nem tudta megszerezni a labdát, Kávent. Major. Görgényi. Görgényi, és aztán Koszószer mentette a labdát. És Görgényi fogja ezt bedobni. Nagy Richárd, Major, Polényi, Babati. Utolsó percek egyike már, a hajrához értünk. Babati a széléről indítja a támadást az Ete. Babati, Polényi, Polényi, hátra Káventéhez, Kávente, ott a beadás! És ez a potvaros, Halasi! És egy utolsó szöglet jöhet még a Zalaegerszegnek. Már négy percben már benne vagyunk, úgyhogy jöhet az első zalaegerszegi szöget, és talán az utolsó is. Kávente! Ecker Milán, Halasi! És aztán szöglet jöhet, mert ugyebár a zalaegerszegi játékos pont a vonal kívül ér vele, úgyhogy lássuk a második zalaegerszegi szögetet, de most a másik oldalról. Nem, kirúgás, elnézést kérek. És vége a mérkőzésnek, kérem szépen. Sajnos nem tudta megverni a Vác a Zalaegerszeget, hanem éppen fordítva, a Zalaegerszeg megverte a Vácot, a sereghajtó Vác ismételten nem tud győzni hazai pályán. Így hát megvan a 12. veresége Nagy Tibor együttesének. 2-0-es győzelemmel a Zalaegerszeg a 46 ponttal, tehát a tabella élén áll meglehetősen. Nem véletlenül, nem változatlanul, közben itt láthatjuk az első találatot még egyszer, ahogy Kávente nagyon jó találatot szerzett, így hát megszerezte, így szerezte meg a vezetést a Zalaegerszeg utána, Babati révén duplázott a Zalaegerszeg, úgyhogy 2-0 a Vác ellen. Sopron Eto 0-4, Soroksárd Jirmóta 1-0, 1-3, Szeged Kazincbarcika 0-1, Szolnok Kisvárda 2-2, Vác Zalaegerszeg 0-2, Budafok Békés Csaba 0-2, Mosonmagyarvár Budaörs 1-0, MTK Szeged szintén 1-0, Nyíregyháza Csákvár szintén, hanem 4-0, és Siófok Dorog 1-1. És igen, 46 ponttal, tehát már toronymagasan vezetjük az MB2-es tabellát, és láthatjuk, hogy a Vác 12. vereségét hagyta el, nem hagyta el, hanem vesztette el. A Békés Csaba a 7., Budaörs, az MTK, illetve a Nyíregyháza, és meglepetés módon a Mosonmagyaróvár a bronzérmes, úgyhogy még lesznek itt érdekességek itt a bajnokságban, hiszen 42 pontja van a Kazincbarcikának, még a Mosonmagyaróvárnak 36, úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz majd ez a MB2, mint a mostani sem lenne annyira rossz. Úgyhogy a következő ellenfelünk a Szeged lesz, tehát a gyulai csapat az 22. fordulóból, és lehet, hogy a következő meccstől Zöldesi fogja védeni a kaput, bár ez még nem biztos, tehát ezt hiába a keret tagja. Vernes nem fog elmenni, Vernes, legfeljebb Kertész mehet el, mert én úgyse játszhatom már sajnos Kertész Tamást, már a bajnokság elején óta sajnos. Úgyhogy a Szeged lesz a következő, illetve a Nyíregyháza, és már közeledünk az MB2 végéhez, tehát már bizonyán már a célegyenesben vagyunk lassacskán, ahogy láthatjátok. Na, megint rosszul nyomtam meg, ez nem az. Tehát mondhatom még egyszer, akik véletlenül lemaradtak volna, tehát itt látható, ez nem az. Egyszerűen mindig elfelejtem, nem baj. Nézzétek el nekem. Nem, Manager Settings, My Team, ez az. Tehát itt látható a Szeged, Sopron. Tehát mutatom, kedves emberek, hogy van eddig az izé. Tehát egyelőre január hónapban vagyunk, tehát hát nem igazán a cél egyenes, de azért közeledünk. Tehát itt lesz a Szeged, Sopron, Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár, Budaörs,
Budaörs, aztán egy hosszú kiadás, és jön a megyünk Csákvára, utána az Etó, Kazisz Barcika, Békés Csaba, Szolnok, illetve még egy nemzetközi, ez már a március, Soroksár, ismételten egy hosszú kiadás, utána a Siófok, egy kicsike kis kiadás MTK, még egy kicsike kis kiadás, még egy kicsike kis kiadás a Budafok, utána még egy kicsike Cegléd, utána még egy Dorog, és az utolsó forduló természetesen a Gyirmóta, tehát a májusi hónap ez erről fog szólni. Aztán ennyi. Tulajdonképpen az MB2, úgyhogy belehúzunk, hiszen hogy az MB1-be jussunk, ugye már a Békés Csabával amúgy meg már az MB1-be vagyok, tehát megnyertem már a Békés Csabával az MB1-et már. Tehát semi-pro-n játszok, nem professionálom, bevallom, mert régen peseztem, meg is látszódik rajtam. Meg a FIFA-t azt amúgy meg professionálon szoktam játszani, de leginkább a 19-et. Babatit nem fogom eladni, tehát nehogy azt higgyétek, hogy eladom Babatit. Tehát a valóságban sem adnám el Babatit, csak azokat a játékosokat, akiket nem játszottatok, meg szerintem nem is érzik jól magukat, ahol, tehát az jelenlegi klubjukban. Tehát tulajdonképpen egy ilyen edző lennék, tehát még most is, tehát szappanos, védi mindig a kaput. Tehát most egy kicsikét az lesz, hogy egy meccset most nem ő fog védeni. Például Szemerédi Norbit. Hát igazából már a valóságban is Szemerédi ott van még Zalaegerszegen, tehát nem arról van szó, hogy nem szeretem mint kapust, de szeretem mint kapust. Szerintem még egy már harmadik kapus azért nem fér be egy csárdába, azt szokták mondani. Régiesen mondva. Tehát két kapus nem fér meg egy csárdába, három kapus, tehát egyet azt tudja, hogy el fogok adni, meg még egy játékost is el fogok adni. Nem tudom, hogy ki lesz az, de majd meglátjátok, majd el fogom dönteni, hogy ki fog menni, és ki nem. Ez majd a Gyirmót előtti bajnoki előtt fogom elmondani nektek, vagy éppen a Nyíregyháza ellen, vagy a Sopron után, de meglátjátok, hogy elmondom, vagy nem, de még azt el szeretném mondani egy kis kitérővel, de utána elköszönök tőletek, hogy a Facebook oldalamon ugye már indítottam egy szavazást, hogy a San Andreas végigjátszással mi legyen. És egyelőre döntetlen. Tehát, hogy újra kezdjem el, vagy nem. De mivel letöröltem a lejátszási listát, és már lassan a videót is lefogom, tehát ezt a videósorozatot le fogom törölni, akkor arra jutottam, hogy inkább újra kezdem. Mert vannak egyszerűen olyan részek, amik például a reket hangommal egyszerűen nem tudtam semmit csinálni. Tehát nem értem, hogy miért kellett erőltetnem. Na mindegy, ennyit akartam. Ez mi volt? Ja, semmi, bocsánat, eredmények alkalmazás. Na szóval ennyi lenne márom. Kis információ. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Forum 12 voltam a továbbra is. Hajrá Zete, hajrá Kékvérek, hajrá Csaba, hajrá. Na sziasztok. Vigyázzatok magatokra. És jó szurkolást. Sziasztok.